kis sziget Európa északi csücskénél. Skye teljes mértékben ki van téve a Brexit hatásainak. A McKinnonok harmadik generációs halászcsalád, a halászok voltak, akik a leghangosabban kampányoltak a Brexit mellett a halászati kvóták miatt. Azok, akik főként atlanti tőkehalat vagy lapos halat halásznak, ma már inkább csalódottak. A halászatban tényleg sok a probléma. A halászok azt hitték, hogy a Brexittel a halászati kvótákat is emelni fogják, de nem ez történt. Talán egy kicsit jobb lett, de nem sokkal. A McKinnon család most is a kontinensre szállítja a legtöbb langusztát, rákot és homárt, de az árak csökkentek, ha figyelembe vesszük az inflációt. Az export pedig több papírmunkával és bürokráciával jár, mint korábban. A skót lazacipar fontos munkáltató Skye szigetén. Becslések szerint a Brexit akár 100 millió font veszteséget is okozhat évente a lazac export magasabb költségei miatt. A Brexit a kis sziget infrastruktúrájára is hatással van. Ez a régió nagy hasznot húzott az uniós tagságból, de ennek most vége. Abból kell megélnünk, amit Londonból kapunk, és ez messze nem olyan jó, mint ami korábban volt. A brit kormány a skótoknak azt ígérte, hogy a Brexit előnyös lesz a számukra. Így például a skót termékek közvetlenül juthatnak majd az indiai csendes-óceáni térség növekvő piacaira, a régióval kötött új szabadkereskedelmi megállapodásoknak köszönhetően. A Skye-sziget lakói azonban ebből még semmit sem éreznek. A legnagyobb problémák a munkaerővel vannak. Korábban rengeteg kelet-európai jött ide dolgozni, minden gond nélkül. A sziget különösen nyáron népszerű a turisták körében. Korábban uniós vendégmunkások segítkeztek a szezonban. Most mindenhonnan nagyon hiányoznak. Ha megnézzük a legjobb négycsillagos szállodáinkat és top éttermeinket, akkor látjuk a szolgáltatásokon, hogy már nem tudják ugyanazt nyújtani, mert hiányzik hozzá a személyzet. A sziget lakói a Brexitet okolják mindezért. Én ellene voltam, most is ellene vagyok. Ismerek olyanokat, akik mellette szavaztak. Ma már egyikük sem szavazna rá. Szerintem rosszabb lett, 100%. És úgy tűnik, hogy nincs tervük a Brexitre. Már egy ideje benne vagyunk, és semmi sem halad előre. Az uniópárti skót kormány szerint a Brexit óta Skóciának több mint 1 milliárd fonttal lett kevesebb a bevétele. Az elégedetlenség kézzel fogható, de ez nem jelenti azt, hogy Skócia elszakadásának meg lenne a társadalmi többsége. A közelgő brit parlamenti választások erre a kérdésre is választhatnak.